A Hortobágy Közép- és Nyugat-Európa egyetlen nagy kiterjedésű, összefüggő füves pusztája. Sajátos tájképi szépségei és érdekességei miatt Magyarország egyik legjelentősebb idegenforgalmi központja. Hortobágy 1800 lakosú község Hajdú-Bihar megyében, a Hortobágy puszta közepén. Itt jött létre 1973-ban az ország első nemzeti parkja, mely mára a világörökség címbirtokosa. A puszta élővilága, a háborítatlan természet élővilága évente mintegy 200 ezer turistát vonz ide. Hortobágyon évente ismétlődő nemzetközi hírű rendezvények vannak. Gulyásverseny, hortobágyi lovasnapok, hídi vásár, vadász és horgásznapok. A pusztai programok Szent György naptól Szent Mihály napig tartanak. Sétakocsikázás, lovaglás, állatpark látogatás, repülőgépes puszta bemutatás, csónakázás a Hortobágy folyón, horgászat. Az ide látogató vendégek ellátásáról, szórakozásáról számtalan kiváló idegenforgalmi szolgáltató gondoskodik. Az ősi pásztor életet a Pásztor Múzeum, a Hortobágyról és a pásztor életről készült műalkotásokat a Hortobágy Galéria mutatja be. A község építészeti értékei a híres kilenclyukú kőhíd és a nagy hortobágyi csárda. Ismerje meg a puszta varázsát és a pusztai ember vendég szeretetét. Jöjjenek el, fedezzék fel a táj szépségeit, ezernyi arcát. Legyen a vendégünk Hortobágyon! A szálloda épület együttese harmonikusan illeszkedik a hortobágyi tájba, és szűkebb környezetét tekintve alakítja is azt. Az impozáns épület együttes a Hortobágy folyó partján, a Hortobágy községtől nem túlságosan messze helyezkedik el, távol minden zajtól, a természettel körülvéve. A sorompon áthaladó vendég egy külön világba, a pihenés, az aktív kikapcsolódás és a kulturált szórakozás világába lép be. A szálloda maga is teremt programokat minden évszakban. Nyáron elsősorban a szabadtéri programok vonzóak, így a sportlétesítmények, teniszpályák, futballpálya, strandröplabdapálya, a szabadtéri söröző és étterem, a kerékpár és csónakbérlési lehetőség, motorcsónakázás a Hortobágy folyón, lovaskocsikázás a hortobágyi pusztában. Népszerűek a bográcsos kerti rendezvények, az ökörsütés, hurkatöltés. Az őszi-téli időszakban az épületen belül kínál a szálloda számos kikapcsolódási lehetőséget. Ezek közül az exkluzív környezetű 25 méteres feszített víztükrű uszoda és a pezsgőfürdő, a szauna és gőzfürdő, a fitnessterem, a masszázs lehetősége, a szolárium, a biliárd tesz eleget az aktív kikapcsolódásra, az egészséges életmódra vágyók igényeinek, míg a helyi étel jellegzetességekben a szíves vendéglátásban örömüketlelők számára két étterem és a bár áll rendelkezésre. A négycsillagos szálloda többféle igényt képes kielégíteni. A főépületben a vendégeket kétágyas, illetve francia ágyas, fürdőszobás, minibárral, televízióval, telefonnal ellátott szobák és apartmanok várják. Azok, akik baráti társaságként akarnak elkülönülni, esetleg házi állattal érkeznek, vagy a lovukat kívánják magukhoz közel tudni, az apartmanházakat választhatják. Egy-egy házban két szinten, szintenként két-két szoba található, közös fürdőszobával, konyhával. A házak mögött istállók, ahol a lovak ellátásáról is gondoskodik a szálloda. Azok a vállalatok, akik munkatársaik számára tréninget, vendégeik számára fogadást, partnereiknek konferenciát kívánnak szervezni, ugyancsak jó helyen járnak itt. A személyzet nagy gyakorlattal igazodik az igényekhez, alakítja ki a tárgyalás résztvevői számához igazodó termeket, tárgyalókat, biztosítja a prezentációs eszközöket, gondoskodik a tárgyalások közbeiktatott kávészünetek megszervezéséről. A programok egyik része ünnepeinkhez kapcsolódik, így a húsvéti, pünkösdi, május 1-i, augusztus 20-ai és szilveszteri hétvégék, amelyekre több napos családi programajánlattal készül a szálloda. Speciális programajánlatokkal rendelkezünk a különböző évszakok sajátosságait figyelembe véve. Nyárra, a családokra, a Hortobágyra kíváncsi turistákra gondolva kerültek a programcsomagok kialakításra.
Ősszel az idősebbekre, az őszi szünet időszakában ismét az élményt, szórakozást, pihenést kereső családokra gondolva kerültek speciális ajánlatok kialakításra. A tél elsősorban a rendezvények, konferenciák időszaka. Szállodánk kettős célt tűzött maga elé. Szeretnénk mindazoknak színvonalas vendéglátást nyújtani, akik a Hortobágyra, a hortobágyi világörökségre, a Hortobágy által kínált természeti és kulturális értékekre, a csikósok, gulyások, pásztorok világára kíváncsiak. Szeretnénk minden a szállodánk szolgáltatásait igénybe vevő üdülő, lovas, konferencia és más céllal ide látogató vendégünk részére bepillantást nyújtani a Hortobágy romantikájába. A Hortobágyi Természetvédelmi és Gémmegőrző KHT a Nemzeti Park Gyep területéből 13 000 hektárt legeltet ősi magyar házi állatokkal. 2500 szürkemarha, 2000 rackajuh, 100 bivaj, 120 nónius ló és 300 mangalica sertés járja a pusztát. A 2500 magyar szürkegulya az ország első számú törzs tenyészete. A fajta történetét bemutató kiállítást a KHT székházában tekinthetjük meg. A Mátai Ménes 250 lovával, a puszta lótenyésztő központja versenypályákkal, fedett lovardával, istállókkal. Fő feladata a régi magyar nónius lófajta fenntartása és a ménes életének bemutatása. Itt a vendégeket számos, a puszta világához szorosan kapcsolódó programmal várjuk. Az egyik legnépszerűbb program a puszta kocsikázás, amely során az ősi magyar állatokat élőhelyükön láthatják. A szürkegulyát a marhapásztorgulyással és a 4 vagy 6 ökrös szekérrel. A rackajuhokat a guggon ülő hodállyal, a vízben hűsölő mangalicákat és bivajokat, valamint a híres hortobágyi ménest csikósokkal és hagyományos bemutatójukkal. A programot istálló látogatás és fazekas bemutató zárja. Baráti társaságok gulyáspartit, zenés lovasparádét, csillagtúrát, kettes és négyes fogadhajtást és tereplovaglást is igényelhetnek. A Pásztor Múzeum épületében Hortobágy idegenforgalmi és vendéglátó programjait kínálja a Turinform iroda. Az egykori szekérállás épületébe költözött a múzeum kiállítása. Itt a puszta kialakulásának történetét, a csikósok, gulyások, juhászok és kondások öltözetét, eszközeit és életmódjuk bemutatását láthatjuk. A pusztai állatpark 1988-ban nyílt meg, amely a magyar házi állatok tematikus gyűjteménye. A látogatók pusztai környezetben ismerkedhetnek meg a régi magyar galamb, tyúk, pulyka, juh, sertés, marha és lófajtákkal és a jellegzetes állattartó építményekkel. A gyerekek a legtöbb időt az állatsimogatóban töltik. A hortobágyi nagycsárda az Alföld leghíresebb és legnagyobb csárda épülete. A sokat megélt, több mint 300 éves nagycsárda egyedülálló magyaros ételspecialitásokkal várja vendégeit. Nem csak a különleges hús, hanem néhány erősebb italféleség is biominőségű. A társaság egyedi rendezvényeivel a hazai és külföldi vendégek ezreit csábítja Hortobágyra. Pünköst hétvégén a pásztorok ünnepén csikósok és gulyások mérik össze egymással tudásukat. Szombaton a szürke marhát hajtó pásztoremberek, a gulyások állathajtásban, állatszámlálásban, vízhúzásban, karikás és gulyásbot használatban és pánybadobásban versengenek. Vasárnap és hétfőn a lovasoké a főszerep. Megtudhatjuk, hogyan áll a csikósok kezében az ostor. Képesek-e meghajtani a ménest és a lovukat állóhelyből lefektetni? Végül a gyorsasági síkversenyen dől el, ki lesz a pünkösdi király, ki ihat az ünnepeken ingyen a csárdában. Felvonulnak a népies és a világverő kettes és négyes fogatok is. Az ősz felejthetetlen programja az október első szombatján sorra kerülő magyar szürke bikavásár és nónius fajta bemutató. A Hortobágy térségében a halastavi haltermelés majd egy évszázadra nyúlik vissza. Az első tavak, az öreg tavak 1918-ban kezdtek üzemelni.
az 50-es, 60-as években további tavak építésével alakult ki a halgazdaság teljes 6000 hektárt meghaladó területe, amely közel 60 halas tavat foglal magába. A tómedencéket az egykori természetes mocsarak, láposok körülgátalásával hozták létre. A hortobágyi halgazdaság napjainkban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tulajdonában lévő részvénytársaságként működik. A társaság a Magyarországon üzemelő halastó területnek mintegy 15%-án gazdálkodik, ennek megfelelően meghatározó szerepe van a hazai halastavi haltermelésben. A halgazdaság fő tevékenységi területe az élőhal előállítás. Az áruhalat a hazai gyakorlatnak megfelelően 3 éves üzemmódban állítja elő, a tavak azonos korosztályú hallal vegyes, ponty, busa, amúr, ragadozó népesítésűek. Az ivóvízként is felhasznált keleti, valamint a nyugati főcsatorna kiváló vízminőségének és a szikes talaj adottságainak köszönhetően a hortobágyi hal kifogástalan minőségű és egyedülállóan tiszta ízű. A környezeti feltételek bölcs használatával a társaság teljes területén ökogazdálkodási technológiával termel, 2002-től belépett a biohal termelők körébe. Az étkezési hal közel 40%-a a társaság 1999 óta működő Európai Uniós szabvány szerint üzemeltetett halfeldolgozóján keresztül különféle feldolgozott termékek formájában kerül piacra. A hortobágyi halgazdaság területe madártani szempontból európai jelentőségű, a megfigyelt fajok száma több mint 300. A tavak kiemelkedő természetvédelmi jelentőségét az adja, hogy táplálkozó, fészkelő és pihenőhelyet biztosítanak a vízhez kötődő költő és vonuló madárfajok számára. A halastavak természetvédelmi értéke azonban nem önmagában való. Azt a haltermelés munkafolyamatai hozzák létre és tartják fenn, speciális, úgynevezett halastavi ökoszisztéma kialakításával. A túlgazdasági munkafolyamatoknak köszönhetően olyan változatos élőhely alakul ki, amely a természetes vízes élőhelyeknél nagyobb létszámú és változatosabb madárállományt tart fenn. Emellett a halastavak, illetve környékük jó néhány értékes növényfaj, valamint gerinces és gerinctelen állatfaj számára biztosítanak életteret. A hortobágyi halastavak teljes területe ennek megfelelően természetvédelmi oltalom alatt áll 1999 óta a világörökség része. A megye horgászati lehetőségeinek szűkössége, valamint az ökoturizmus iránt növekvő igény hívta életre az Ohati Horgász és Bemutató Központot. A Hortobágy középső részén a 33-as számú útról Tiszacsege irányába letérve a Telekházi útfélen található központ 8 tóból áll, teljes területe mintegy 350 hektár. A horgász és bemutató területet a nyugati főcsatorna szeli ketté. Az Ohati Horgász és Bemutató Központ tavai közül 3, összesen 26 hektár vízfelület a hortobágyi puszta nyugalmas hangulatával a természeti környezetben kikapcsolódni vágyó horgászokat várja. A védettségből adódó természetvédelmi korlátozások nem zavarják, inkább teljessé teszik a horgászat igazi, bensőséges élményét. A tavakon kipróbálhatják tudásukat a békés halra horgászók épp úgy, mint a ragadozó halak specialistái, ugyanakkor megtalálják számításukat a sok és kapitális halat szerető horgászok egyaránt. A nagyméretű pontyok, amúrok, harcsák és csukák zsákmányul ejtése felejthetetlen emlék. A tavakon kívül a vízfolyásokat kedvelő horgászok a nyugati főcsatorna Gyökérkúti és Árkuszsilip közötti szakaszán hódolhatnak szenvedélyüknek. A szikes pusztán legelő ősi háziállataival, a régi pásztorvilág emlékeivel, rendkívül gazdag és különleges állatvilágával kiérdemelte, hogy 1973. január 1-én valóban itt létesüljön hazánk első és máig legnagyobb nemzeti parkja. A Közép-Európa legnagyobb füves pusztáján létrehozott és nemzetközi egyezménnyel is kiemelt védett terület ma 82 000 hektár kiterjedésű. Az 1999. decemberében az ember és a természet tartós együttélésének kiemelkedő példájaként a Hortobágy megkapta az UNESCO világörökség része címet. Alapító határozatában deklarált céljainak summázata az alábbiakban olvasható.
védje és fejlessze a puszta jellegzetes természeti értékeit. Megőrizze a Hortobágy sajátos pusztai tájképét, növény- és állatvilágát. Biztosítsa a Hortobágy különleges madárvilágának háborítatlan fészkelését és vonulását. Természetes körülmények között hiteles formában őrizze meg és mutassa be a hagyományos pusztai életformát, a kiveszőfélben lévő ősi magyar állatfajtákat és a Hortobágy jellegzetes kulturális értékeit, történelmi emlékeit, tekintettel ezek kiemelkedő hazai és nemzetközi jelentőségére. A hagyományos hortobágyi műemlék együttesen túl három bemutató területet jelöltünk ki. Igyekszünk jellemzőképet adni a Hortobágy fontos élőhelyeiről és természeti, illetve kultúrtörténeti értékeiről. Ilyen bemutató terület nyírőlapos nyári járás puszta, Hortobágy halastó és az egyek pusztakócsi mocsarak és remélhetőleg a közeljövőben a tiszatavi vízi tanösvény. A bemutató területeken belül a könnyebb tájékozódást szolgálva táblákkal jelzett tanösvényeket létesítettünk. A Nemzeti Parkba való belépés érvényes belépőkártyával lehetséges, ami szezonban a Szálkahalmi Bemutatóházban, a Hortobágyi Turinform irodában, a Hortobágyi Körszín Múzeumban, a 33-as út mentén az egyeki elágazásnál lévő Nyugati Fogadóházban, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park debreceni központjában a Schumann utca 2 szám alatt szerezhető be. A belépőkártyával igénybe vehető szolgáltatások. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság által fenntartott kiállítások, Nyugati Fogadóház, Nagy Iváni Tájház, Medgyes Csárda Múzeum, Pásztor Múzeum, Körszín, Szálkahalmi Bemutatóház megtekintése. A Hortobágyi Nemzeti Park bemutató területeire való belépés és az ott lévő bemutatási létesítmények, madárlesek, kilátók használata. Egy a Hortobágyi Nemzeti Park bemutató területeiről szóló kiadvány. Előre meghirdetett, illetve előzetes bejelentkezésre igénybe vehető szakvezetéssel állunk a látogatók rendelkezésére. Nemzeti parkos kiadványaink a bemutató helyeinken is hozzáférhetők. Ismerjék meg természeti látványosságainkat! Várjuk Önöket!